Miután a bűnügyi vizsgálat alatt álló Borbóly Csabát a korrupcióellenes ellenes ügyészség már két is eltiltotta, hogy gyakorolja tanácselnöki hatáskörét és július közepén a fellebbezését is elutasította a Marosvásárhelyi ítélőtábla, aláírás gyűjtésbe kezdtek Hargita megye településeinek előjárói. Borboly ügyvédje a fellebbezéskor számolt be arról, hogy 40 Hargita megyei polgármester aláírásával ellátott levelet kapott, amelyben kérték, tegyék lehetővé, hogy az elnök folytathassa munkáját. Ezt követően kezdték el a megye számos településén a támogató aláírások gyűjtését. Mert mivel egy választott tisztségviselőről van szó, akinek ügyében nincs ítélet, a polgármesterek nem tartják méltányosnak, hogy akadályozzák feladatának ellátásában, mert a nép választotta meg. Szentes Csaba tisztázta, az aláírás gyűjtéssel nem is az igazságszolgáltatást akarják befolyásolni, hanem jelezni szeretnék, hogy a választók visszavárják az elnököt, és így fejezik ki akaratukat. Térségünkben majdnem minden, nem csak RMDSZ-es település vezető részt vállalt az aláírás gyűjtésben. Az udvarhelyszéki RMDS Nél. Ma délben összesítették a szignókat, majd Bíró Barna Botond ügyvezető elnök Csíkszeredába vitte az éveket. Bíró fontosnak tartotta kiemelni a közösség összefogását éppen most, amikor egyre gyakoribb a magyar előjárók elleni megfélemlítés szerűtett. Megható az, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, szűk két hét alatt, hiszen az aláírás gyűjtése nem volt két teljes hét. Több mint 16 ezer aláírás gyűlt össze udvarhelyszékről és látszik, hogy az emberekben a szolidaritás, az élés, amikor ki kell állni, akkor, akkor igenis kiállnak egyetlen ember, több ember, és végül is az egész magyarság ügye mellett. Az aláírásokat Borbój Csaba ügyvédjéhez juttatják el, aki a következő augusztus 12-i meghallgatáson jelezheti azt a bíróságnak.